a témánk, hogy ne az időt húzzam, a témáról tudjak beszélni. Azt gondolom, és itt a riportban is kérdezték, hogy ez a téma rendkívül módon időszerű, amivel Richard Rohr, csak az egyik könyvét tudom megmutatni, amit az imént kaptam Pétertől, Rohrnak írják, egy az Egyesült Államokban élő szerzetes, ferences szerzetes, aki a munkája során rá talált arra, hogy a 21. század férfi szerepei rendkívüli módon felhígultak, tönkrementek, átváltoztak, családi viszonylatok, megélhetés, anyagi dolgok, különböző események, amelyeket a testvérek szerintem jól ismernek a világban, ami van, és ezek a változások nem túlságosan tettek jót a keresztény közösségeknek, családoknak, sok mindennek. Hogy ezzel mit lehetne kezdeni? A Bibliában erről mi van ez a kérdés? Mit tanulhatunk? És ennek kapcsán elkezdtek szerveződni, ők úgy hívták, hogy Új Jeruzsálem közösség, több mint 1000 ember költözött össze Kaliforniában egy lakótelepre, és kezdték ezeket a szerepeket újraosztani, és azt mondta, hogy van a családban egy férfi, van a családban egy nő, vannak a családban gyermekek, vannak nagyszülők, és kinek mi a dolga, mi a feladata. Ez úgy szokott előjönni, amikor a jegyes oktatást végzek, hogy van a Gary Chapmannek egy könyve, aki a házassággal foglalkozik, kint is vannak könyvei. A 12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt megnősülök című, vagy hát megházasodunk című könyv, és abban van egy olyan feladat, hogy a vőlegénynek és a mennyasszonynak is le kell írni, hogy szerintük milyen házi munkák, feladatok vannak, írják oda ahhoz a nevüket, amit szívesen végeznek, és írják, tegyenek oda valami jelet, amit nem szívesen végeznek. És akkor végeztek, összeülnek, és vessék össze, hogy melyikük mit gondol feladatnak otthon. És akkor kiderül, hogy vannak nagyon jól leosztott férfi és női szerepek, vannak fehér foltok, senki nem akarja csinálni. És akkor jönnek rá, hogy aha, hogy ezzel nekünk beszélgetni kell. Ő úgy jött rá erre, a Chapman leírja az Öt szeretett nyelv könyvének az elején, hogy a feleségével ők úgy költöztek össze, hogy összeházasodtak, és utána tudtak összeköltözni. Harmadik hét után ott álltak a lakás legkisebb helységének az ajtajában mindketten. Én azt hittem, ezt te takarítod. Mire másik? Én meg azt, hogy te. És akkor derült ki, hogy áh, itt szerepek vannak. Vannak férfi szerepek, női szerepek. Azt a kiskörösen élő mezőgazdaságban élők tudják, hogy a hosszú fa a végén vassal az női szerszám. Bármi is lehet négyen az. No, nem akarom elviccelni az egészet, hogy csak érdekessé tenni azt, hogy igenis ezzel foglalkozni kell. Régen ezt nem kellett leírni. Idősebbek talán gondolkodnak ezen, hogy miért kell erről beszélni? De az Uram mindig tudta, mit kell csinálni. Én meg tudtam, hogy mi az asszony dolga. Csak hogy ez megváltozott. És amikor apukák maradnak otthon műcicivel babát szoptatni, mert anyuka jobban keres, és az ő jövedelmére nagyobb szükség van a családnak, mint apa jövedelmére, pláne ha apát a fölbomló, káoszba süllyed gyár éppen tegnap tette az utcára, akkor anyu megy el dolgozni, és apu marad otthon egy női szerepben. Benne tud menni egy férfi egy női szerepbe? Hát, csak cipőkanállal. Tehát, hogy érezzük ezt, hogy itt problémák vannak. Na, mondom akkor a történetet bennünket, az ige vezet, azért ezt nagyon vallom, hogy az újszövetségi képek, amelyeket Isten nekünk ad Jézuson keresztül, azok bennünket segíteni fognak. A Lukács 6-ban van egy egészen megdöbbentő történet, és a végén táncolunk. Férfiak és nőkért. Csak is kizárólag. A szükséges a hangosítás le tudunk kapcsolni. Tetszenek hallani? Jó, ha nem annyira nem zavarok. Olvasom. Egy másik szombaton bement Jézus a zsinagógába, és tanított. Volt ott egy ember, akinek jobb keze sorvat volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon gyógyít-e szombaton, hogy találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvat kezű embernek: kelj fel és állj a középre. Az felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk: kérdezlek titeket, szabad-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? És végignézve mindnyájukon így szólt a beteghez: nyújts ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és meggyógyult a keze.
azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, mit tegyenek Jézussal. És ezután kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megérett, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Három karakteres férfi jellemet látunk ebben a történetben, ezekről szeretnék beszélni, ezeken keresztül megmutatni azt, hogy miről is szól valóban, amit így bevezetőként elmondtam. Egészen megdöbbentő módon Jézus megjelenik egy zsinagógában, nem ez a megdöbbentő, mert sokszor megjelent, hanem az, hogy ott van egy beteg ember, egy sorvadkezű férfi, aki nem megy oda hozzá, hogy gyógyíts meg. Ha visszalapozunk a Lukács evangéliumában, akkor előtte van az a történet, ahol négyen leengedik azt a férfit a megbontott háztetőn keresztül, és ezt a béna embert is felveszi az ágyát és hazamegy. Előtte Péter anyósát gyógyítja meg. Előtte van egy ilyen rövid kis perikop, hogy Jézus nagyon sok beteget gyógyít. És bemegy Jézus a zsinagógába, és a sorvadkezű, a jobb keze sorvadkezű, vagy elmondom, mit jelent ez, nem megy oda, hogy figyelj, van 5 percek. Nem tudná ezzel foglalkozni? Rettenetesen szenvedő. Semmi. Passzívan ül és nézi a világhírű, már országában világhírű gyógyítót, tanítót. Meg se nyilván. Jézus szól neki, hogy gyere már ki, gyere állj de középre. Jó, jó. És akkor kimegy. Nyújts ki a kezed. Ó, kinyújtja. Meggyógyul a keze, és mit látunk? Újjongva elkiabálja magát, hogy halleluja, él az Úr, de jó, és körbe szaladja a várost. Nem. Visszaül. Nem megdöbbentő? Tehát én most ide behívhatnám Jézus, hogy gyere be, itt van, ma eljött személyesen közénk. Szerintem megrohamoznánk. Hát jó, hódolnánk előtte, beköszönnénk a megváltás csodáját és minden egyebeket, utána mondanánk, hogy figyelj, el tudnál jönni hozzánk délután? Ma kis pite is meg minden, de ma már rá kéne nézni, mert beteg, mert nem tudunk mit kezdeni vele. Vagy itt van a fiam, aki szenvedélybeteg, vagy itt van a nem tudom kim, akinek problémái vannak. Vagy gyere, össze vagyunk veszve az asszonya, békíts már ki minket, mondjál valamit, érints meg, áldj meg minket. Kérnénk tőle, ez az ember sorvad kezével ott ül és nem csinál semmit. 21. század férfi archetípusa, alaptípusa. Ülünk passzívan, várjuk, történjen valami. Jó ez így. Majd megszavazzuk, ha nem tetszik. Ez egészen megdöbbentő. Egy cselekvés. A jobb kéz, a cselekvés keze. Én balkezes vagyok. Még a gitárom is balkézre van hozva. És a tanítónénink, drága Babi néni, akit nagyon szeretlek egyébként, egy ilyen fém élő favonalzóval verte a bal kezemet, amikor hozzányúltam az még ilyen mártogatós tolszáras tollunk volt, és hogy mert a szép kezemmel kellene írni, a cselekvés kezével. Hazamentem, és anyám látta a csíkokat a kezem. Mi ez? Mondom, Babi néni tanít jobb kézzel írni. És akkor visszarohant velem az iskolába, így lobogtam anyám után, és elmagyaráztam neki, hogy beidegződés, meg egyebek, hát ez modern tudomány már tudja. De bennünk van, hogy a jobb kéz, a cselekvés kéz, a kreatív kéz, amivel bizergáljuk az autót, amivel becsavarjuk a villanykörtét, amivel egy csomó mindent csinálunk, a kreativitás keze. És ez neki béna. Hát ez az ember nem tud mit csinálni. Kicsit keletebbi világban ételt nem is szabad balkézzel szájhoz vinni. Elmondjam, mit csináltak a balkezükkel egyébként reggelente? Nem mondom el, sejtik. Mert hol van bevétel, ott van kiadás is. Tehát ez a kéz piszkos kéz volt, ezért volt a jobb kéz, a tiszta kéz. Oké, ennek az embernek lehet, hogy úgy kellett, hogy etesse valaki. És nem megy oda Jézushoz. Elfogad, jelen van, kiáll, passzivitásában is nagyon aktív. És egyszer csak Jézus kihívja, kéri, hogy nyújtsa ki a kezét, kinyújtja, enged neki. Nem mondja azt, hogy jaj, hagyjál már, úgy szégyellem. Nem dugja el, ott van. Azért kiderül, hogy neki problémái vannak. És ez olyan nyilvánvalóan problémák vannak, és meggyógyul. És akkor azt várnánk, hogy maradok a képnél, kézbe veszi az életét, és elkezd cselekedni, és valóban elmegy, és ezzel a gyógyult kézzel valamit majd csinál, magasztalja az Urat, eldicsekszik vele, egy csomó mindent,
És úgy néz ki, hogy valószínűleg nem csak a keze volt sorvadt, hanem más is. És hogy nagyon sok dolog úgy néz ki az emberektől, hogy elveszünk tőlük, ezt írja Richard Rohr a könyvében, hogy a férfiaktól vedd el a pénzt, a hatalmat és a szexet. Nem marad mié küzdeni. Egészen megdöbbentő. A jelenlévőkről nem beszéltem, mindig kivételek vagyunk, mi aktívak vagyunk, cselekvők vagyunk, és mi magunkból is tudunk erőket felhozni, de ez a férfi spiritualitás titka lenne, a lelkiség titka lenne, hogy nekem nem külső megerősítésre, örökös dicsérgetésre, válveregetésre van szükségem, ügyes voltál, jó voltál. Engem szinte zavar, amikor valaki így megveregeti vállam, hogy jaj, olyan ügyes voltál. Hát utoljára óvodában mondták ezt, mert én nem azért csinálom, mert tapsot várok a végén. Jézus se várja a tapsot. Neki nem kell az, hogy őt ajnározzák. Tudja, mit csinál. Belső erőforrásai vannak. A lelkiségéből fakadóan dolgozik. Tudom, hogy hova álltam, mit csinálok, mi a feladatom, mi a dolgom. És az, hogy nekem van egy helyreállt létem, cselekvő létem van, az azt jelenti, hogy ezután következik egy belső helyreállás. Ezért mondom, hogy ennek az embernek nem csak a keze volt sorvadt, hanem ott belül is az volt. Dömösön az Iszákos mentő misszióba, Dömösre sikerült kiskohalasi lelkész koromban még jó néhány atyafit elsegíteni, akik rájöttek, hogy problémájuk van, isznak, tönkreteszi a családot, elsorvasztja a családi kapcsolatait, gyerekek már nem akarnak vele szóba állni, egy haverre van a kocsmáros, és akkor elmentünk Dömösre, és ott kipucolódtak ezek az emberek. És 3 hét után úgy jöttek haza, hogy tisztán, levágott hajjal, saskarmok le voltak vágva, nem imbolyogtak, tehát úgy néztek ki, mint mi is, és mondták, hogy az Úr Jézus őket szereti, és most élnek, és jaj, de ő és 3. hete nem vett alkoholt a szájába, és rájött, hogy lehet nélküle élni. És volt egy házaspár, akiket hazasegítettünk, elsegítettük, odasztán haza, megkeresték a családjukat, beleálltunk ebbe a történetbe, albérletet fizetett a gyülekezet nekik, álljanak talpra. Az egyikőjük, a feleségük a református imaházat takarította, meg ott azt a környezetét tartotta rendbe a hallasi református gyülekezetnek. A férje viszont visszaesett. És előbb-utóbb azt láttuk, hogy a Lidi parkolóba, amikor a 100 forintosokat megkapja a kocsiból, akkor bemegy, és akkor megveszi a 2 dekást, a csavaros kiflit, ahogy hívják, és akkor azt ott a kocsik mögött megitta, és akkor támolyogva jött elő. Nem követte egy spirituális fejlődés, egy lelki fejlődést, azt, amit testben megkapott. Ez az első kép, ezért nagyon fontos nekünk, hogy tudjuk jól, hogy a passzivitásban élés, ami a férfi létnek valamilyen szinten a sajátjává válhat, vagy lehet, vagy lett, az nem jó pozíció. Abból Jézus kiszólít bennünket. Néha a passzivitásunk elé, de olyan érdekes, nézzük meg a történeteket, Jairus lánya feltámasztásánál, Jairus hitére épít. Amikor ott van az az asszony, aki 12 éve vérfolyásos asszony, és így tör utána a tömegbe, hogy ha csak a ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. Tudjuk, hogy Jézusnak nem csodaköntöse volt, nem angyal könnyekbe mosták ki reggelente. Mondja is a történetben, a Chosen című filmben, hogy nem a köntös, nem a ruha, nem a bojtja. A hitet, ami gyógyított. És ennek a passzív embernek úgy nézni, van egy passzív hite. Mindenkinek van hite, csak nem biztos, hogy élő és aktív. Lehet, hogy ez egy ilyen lealtatott, passzív. És ez a férfi létnek is egy ilyen sajátja. Nézzék meg a testvérek, akár a református gyülekezet bejáratában, de bármelyik régi parókia vagy templom előtérben, ott vannak a régi presbitériumok, gyülekezet vezető testületének a fényképei. Csupa férfi emberből áll. Ma megnézzük ugyanezt a történetet, a presbitériumok fotógyűjteményét, és 2/3 nő. Na, erről beszél ez az első történet. Létezik ez a fajta passzivitás, létezik ez a fajta sorvadtság, amiben nem hozza elő magát. Elfogad mindent, megcsinál mindent, tényleg, de nincs benne a lélek, nincs benne a spiritualitása, nincs benne a személyes megélt Isten kapcsolata, pedig erre nagyon nagy szükség lenne. Ez, amit előhoz ez a könyv, és amit Rohr is elénk ad, és én is ezt támogatom, hogy fel kell magunkban ébreszteni ezt a dolgot. Ki kell merjünk állni.
Mert hogy Jézus ott van, és találkozás van ott, megtörténik az, hogy helyreállnak dolgok, hogy elsorva dolgok életre kelnek, újból képes valamit tenni. Megyek tovább. Szerintem gyermeknevelésből ismerős játék, finom anya főzte, minden jó, amit beletett, ham, nem. Na, ők a másik csoport, akiket látunk ebben a történetben. Ez a csoport az akkori gyülekezet Jézus zsinagógájának, a gyülekezetének a tagjai, akikről azt olvasjuk, hogy jelen vannak, és azt figyelik, hogy Jézus fog-e gyógyítani, vagy nem, leskelődnek. Nem nézek oda, de figyelj, mit csinál? Aha, jó, majd rájöttünk. Aha. Tehát, hogy leskelődnek, meg se szólalnak. Egyetlen egyszer szólalnak meg a végén, amikor Jézus szidni kell. Ez igen. Mi történik? Őket hívjuk úgy, hogy hatalmi konzervatívok. Van egy gondolatiság, hogy ennek hogy kell működni. Egészen megdöbbentő, mert ellenmondás van benne. Azok az emberek arra szegődtek, hogy a zsinagógában bent vannak, a zsinagóga egy nagyon szép görög szó, szünágó, egy helyre összejönni, találkozás céljából összejönni, de ott nem csak egymással találkoznak, hanem az Isten-ember kapcsolat találkozása is meg kell történjen. Ezek a mi templomaink, ezek azok a kis közösségek, ahol együtt vagyunk. És ők azon gondolkodnak, hogy Jézus, ha jön, fog-e gyógyítani, magyarán megtörténik-e majd a találkozás. És ezt negálják. Nem megdöbbentő? Jézus meg is kérdezi tőlük, ismerve gondolataikat, olvastuk, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni? Szabad-e szombatnapon életet menteni, vagy életet kioltani? Nem szólnak egy szót se, mert a választ pontosan tudják. Há, hogy ne szabadna? De nem szoktuk! Nálunk ez nem így van. Nálunk vasárnap nem térhet meg senki, csak Biblia órán. Mi az, hogy valaki kiáll az urasztalához, imádkozik? Nálunk a pap szokott imádkozni, és a végén pontozzuk 1-től 10-ig. Hát van, nem volt jó, Tiszi fáradt volt. Értjük ezt a történetet? Hogy ők is ott vannak a maguk várába bezárva, önálló gondolkodás nincs, csak csoportban működnek. Pedig az Isten számtana az így hangzik. 1. És itt vége is. Isten nem tömegeket térít. Mi szeretünk ilyen tűzoltóslaggal keresztelni a sok megtérőt. Jaj, de jó lenne. De nem így van. Isten mindig egyben gondolkodik. Nézzük, emlékezzünk arra a történetre, amikor átmegy Samáriába, és déli 12 órakor a legnagyobb hőségben ott talál egy asszonyt, akinek romokban hever az élete, a sikertelen párkapcsolatai nyomorában fetreng, már nem akar senkivel se találkozni, torhig van a pletykálkodókkal, a sikeres életű barátnékkal, és Jézus oda megy hozzá, és beszélbe legyedik vele, és ő lesz Sikár városának a misszionárius nője. És nagyon jó ez a film, amit az előbb idéztem, ez egy amerikai sorozat, a Kiválasztottak címmel, és ott ezt így adják elő, azt mondják a nőnek, hogy csak miattad jöttem át Samáriába. Csak miattad vagyok itt délben, amikor nincs itt senki, csak te meg én. Ezt, hogy nem hiszem el magamról, hogy Jézus értem is átjön a Samáriába, akkor nem tudok nagyon sokat Jézusról. Akikről ez a történet beszél, akik, miket Isten ne etesse, ők csak tömegben mozdulnak meg. Közös vélemény van. Régen mondták ezt, hogy a szenátorok egyenként angyalok, a szenátus maga az ördög. Hogy van ez? Mikor férfi szerepben állunk, és férfiak összekapott, tetszettek látni már ilyen foci szurkolókat, hát tegnap mondjuk sírtunk a svájci mérkőzés alatt, de hogy összekapaszkodva, és beleállunk a másik véleményt, még ha nem is nagyon értünk vele egyet. De ha egyenként vagyunk, azért van saját véleményünk. Csak az a kérdés, hogy vállalom-e ezt, vagy bennmaradok ennek a várnak a fogságába, hogy azt mondom, amit a többiek mondanak. Mai világ egyik férfi képe az, te mit gondolsz előre a dologról? Nem tudom, még nem mondta meg a feleségem. Nekem ezt mondta annak idején nagy Jenci barátom, Jenciként délután mit csinálsz, átjössze hozzánk, megyünk-e biciklizni, nem tudom, az Zita nem mondta meg, mit akarok délután csinálni. Ő így állt hozzá a dologhoz. És nem azért, hogy ezt
bántsam ezt a kapcsolatot, de nagyon jó házasságban élnek máig, hanem az, hogy ők már aktívak, ők már jelen vannak, ők már abban elkötelezettek, hogy az Isten-ember találkozást megsegítsék, és mégsem tudják megsegíteni. Mégis megakadnak egy ponton. Mert nem így szoktuk. Mert valami mást gondoltak ők ki arról, hogy Istennek hogyan kellene működnie. És ebben mindig belefutunk. Nagyon örülök, hogy van itt egy kedves fiatal hölgy. Elnézést, hogy kipicisztem. De hogy pont a gyermeknevelésben futunk ebbe bele, én 3 gyermeket nevelhettem föl, hogy a mi családunkban ezt így szoktuk. Tehát nálunk például úgy van, hogy én még a farmert és a pólót is kivasaltam a gyerekeknek. És akkor láttam az osztálytársakat, akik nem vasalt farmerből és pólóban jöttek, és akkor a Gergő fiam is ki akart menni az utcára, abban, amit így a bonyú szájából húztak ki, vagy tehén szájából. És mondta, ebben ki nem így ezen a kapun. Nálunk ezt mi nem így szoktuk. Apadjál már! És mondta, hogy jó, hagylak, csak tudjad, hogy... És hogy át kellett nekem is ezen menni, hogy mit, hogy szoktunk. Mert képes lettem volna benne ragadni ebbe. Aztán rájöttem, hogy nem kell a farmert. Jó, kirázogatom, és úgy szárad meg, nem vasalom ki a farmert. Az enyémet még igen, de az övékét. Aztán meg elmentek otthonról, és nem tudom, hogy vasalják el gatyáikat. De hogy jó, értjük ezt? Szerintem nagyon értjük ezt, hogy Jézus is. Amikor azt mondja, egy hatalmas beszédforrás, hogy nem engedek neki. Hogy benne maradok abban a keretben, amit én akarok megtartani. És ez lenne a férfi spiritualitás egyik legnagyobb ereje, hogy tudom, hogy az Isten dünamisza, hatalma, az képes az én kereteimet szétfeszegetni. Nem azért, mert engem nem szeret, hanem azért, mert ő többre vágyik. Mert az ő hatalma mindig növekszik. Ha hisszük, bármit is mutat a mostani világ, hogy a kereszténységet lehúzó statisztikák, az Isten országa az fejlődik, növekszik. Nem ott, ahol mi vagyunk. Dél-Koreában vannak olyan gyülekezetek, ahol reggelente 25 ezeren járnak egy futballstadionba imádkozni. Úgy indulnak dolgozni. Most ott van. De én most még egyszer visszatérek az egyhez, hogy bennem is növekszik. Ez az ő munkája. Növekszik az Isten ország. 30, 60, 100 annyi. Majd megjön. Csak legyünk türelemmel. De a dünamisza szétfeszít. Az a kereteinket szétszedi. Olyan, mintha én azt mondanám az én 10 éves gyermekemnek, elővéve a 2 éves kis cipőjét, hogy figyelj, ez is drága voltám, nem koptatta, de ma menjél ebbe. Hát de apa, ez már nem jön rám. Ne baj, erőtessük, vizezzokni, majd csak följön, rád nyúlik. Ki tudnám találni, hogy hogy lesz jó a lábára. És akkor nagyjából a két nagyjából jönne rá, és mondta, hát nem nőtt meg. Hát de nem. Az a cipő akkor volt jó, ez meg most jó. És el kellene higgyük, hogy az Isten nem egy ilyen kaptafára gyárt, és akkor majd csak belenövünk, és ha túlnőnénk, akkor majd szorít nagyon. Halasson a nagy református templom azon a helyen az 5. Mindig bővítették. Állandóan vésték, mert nőtt a gyülek. Végül 1600 ülőhelyet kellett benne előállítani. Nekem ezek olyan bizonyságok erről a történetről, hogy nem kell messzebb menni. Hát ez egészen nyilvánvaló dolog. Persze most valaki mondhatja magában, hogy hol van az 1600 ember már. Megvannak. Megvannak az embereink. Megvan a Kiskunhalasa is, megvannak az emberek. Mindenütt homo sapiensek élnek, emberek vannak. Valami más történik most. Például az, hogy benne ragadtunk abban, hogy mi így szoktuk. Elmúlt héten felhívott engem, kedden volt egy hete. Az egyik munkatársunk, hogy figyelj István, a templomban 10-kor van Isten tisztelet? Ennek a telefonnak én nagyon örült, és mondtam, hogy igen, igen, 10-kor. Kár, pont nem érek rá. Oké. Okay. És akkor kedden van ezen a telephelyünkön egy reggeli áhítat, és akkor hozták a teás kancsót, ami csuriban reggelre megfőzött teával, és mondtam neki, hogy ilyen a te életed. Nagyon klasszul tele van, de ebben már nem lehet beletölteni. Muszáj lenne belőle valamit kiönteni, az Isten tudjon bele valamit rakni. Mert egy teletöltött életbe nem fér. Isten nem tud mit kezdeni a teletöltött életű emberekkel. A teletömön mindennel, elfoglaltsággal, játékkal, tanulással, kapcsolatokkal, minden, és azt mondja, hogy Isten, hol vagyok benne? Hát nem tudom, tépjél sorszámot. Majd meglátjuk, mikor jut sorra.
és aztán, amikor meg szükségünk lenne rá, akkor meg keressük magunkba, aztán rá kell, hogy én nem adtam neki helyet. Hát azért nem lakik nálunk, mert sose hívtuk, nem engedtük be, nem volt neki helye. Jézus bent van egy zsinagógában, bent van egy zsinagógában, kiáll, gyógyít, és nincs hely. Egészen fájdalmas dolog ez. De szeretnénk spirituális dolgokat átélni, szeretnénk valamit kezdeni azzal, ami nekünk Isten kapcsolatként van jelen. Megyek tovább. Nagyon messziről látszik, szerintem látják, ez nem a Mikulás. Mesélek erről a férfiról, ugyanis a harmadik szereplője, férfi szereplője ennek a történetnek Jézus maga. Az egyetlen igazi férfi ebben az egész történetben. Olyan, akit mi magunkban paradigmának, példának tudnánk odaállítani. Kiáll. Tudja, mit akar. Kérdez. Szabad gyógyítani? Szabad jót tenni? Szabad ma egy életet megmenteni? Képviseli azt, amit tud, megcsinálja, amit tud, és nem vár érte különösebb dicséretet, ez belőle fakad. És kiáll, és végig csinálja azt, amiben ő hisz, ami neki a legfontosabb dolog, az ebben. Mindenen, tökön passzióon keresztül megy az emberért. Neki ez számít egyedül. Tudja nagyon jó, hogy mit szokás a zsinagógákban szombaton tenni, tudják, hogy az emberek mihez ragaszkodnak, de nem ez érdekli. Ő nem azért jött, hogy megerősítse a hagyományainkat, vagy a mi nagy elképzeléseinket. Ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett. A keresztény férfi spiritualitás alapzöngéje ez, hogy én tudom-e használni erre a hatalmamat, erre a szóra a legtöbb embernek összeugrik a gyomrot. Hatalom, ah! Mert a hatalmasoktól mit tanultunk? Elnyomást, bántást. Nézzük csak meg akár a háborút most. Otthon a családban meghal valaki, hogy hívjuk? Tragédia. Ott kint meghalnak százával, hogy hívjuk? Statisztika. És ezt kapjuk a hatalomtól. De ez, ami Jézusban van, ezt olyan autoritásnak, belső hatalomnak hívjuk, amit képes arra használni, hogy ezzel gondoskodjon. Arra van hatalma, először is, hogy lemondjon a teljes hatalmáról, mert megtehette volna, hogy egy kézmozdulattal. A második dolog, amire használja a hatalmát, az az, hogy megmutassa ezt az utat. Aki gyermeket neveltünk, pontosan érezzük, mit jelent az élet fölötti hatalom. Kezemben van egy gyermek, egy újszülött. Totális hatalmam van fölötte. Totális. Eszik-e vagy iszik-e? Fog-e aludni vagy nem? Randát mondok, falhoz csapkodom vagy dajkálom? Rajtam áll. Mire használom a hatalmamat? Hát, hogy átadom neki a család legszebb díványát, amit össze fog hányni. Az összes éjszakámat. Nekünk az elsőszülött fiunk szívbeteget született, amíg 5 éves koráig meg nem műtötték a szívét, 4 óránként be kellett adni neki egy gyógyszert. Ilyen fecskendőbe szívtuk föl, és a szájába kellett a port kikeverve. Verapamil digoxin, a digoxint lehet ismerik a testőrek, ez ilyen szívritmus szabályzó. Úgyhogy 5 évig egyetlen éjszakát nem aludtunk végig. Mert 4 óránként mindig föl kellett kelni. Emlékszem, volt, hogy fölültünk a feleségem, hogy volt, adtam már neki? Nem tudom. Adtam? Nem tudom. És ott láttuk, hogy ott van az üres fecskendő, beadtuk, vagy meg se csináltuk este. Nem tudom. És akkor azt csináltuk, hogy megjelöltük, és a hűtőbe tettük azokat, hogy mert már nem emlékeztünk rá. Ma éjszaka keltem föl, hát egyszer? Nem tudom. Kész. Erre való a mi hatalmunk. Hogy képesek vagyunk berendelni magunkat az egész alá. És Jézus enged ezeknek az embereknek, szidják. Hát hallja, hogy morgolódnak köztük, hogy ki kellene az ilyet írtani? Nem tudom, miket mondtak neki, de ilyesmiket. Hogy hogyan veszíthetnék el? Egyszer le is akarják lőtni egy szikláról. Le akarják ölni egyenesen. A végén meg is teszik egyébként, csak más körülmények között. De ezen morfondíroznak, hogy erre való az ő hatalmuk. Jézus pedig állja a sarat. Egész megdöbbentő. Az a férfi típus, amit Jézus hoz, az azt mondja, hogy tudom, hogy miért csináltam, nem kell, hogy tetszen. De ezt most én mondtam. Én csináltam,
és azért tettem meg, mert ez az ember beteg volt. Én erre kaptam a hatalmamat, és én erre is fogom használni. Ez egy nagyon nagy mondat. Mire kaptam hatalmat, és mire fogom használni? És amikor férfi spiritualitásról beszélünk, arról a belső lelki erőforrásról, ami áramlik kifelé férfiból, akkor az a legmeggyőzőbb, amikor látom, hogy tudja, mit akar, tudja, mire kapta, és azt csinálja. Amikor mi a Simpson motorunkkal egykerekeztünk, akkor apukám elmondta, hogy nem ezért kaptátok. Igaza volt. Aztán, amikor öten mentünk rajta, akkor ismét elmondta, hogy fiam, ez nem ezért van. És nagyon nehezen tanultuk ezt meg. Hát kamaszok voltunk, 15 évesek, és akkor lehetett ülni rajta sokan. Később kiderült, elmesélte nekem, hogy ők Tázlára, apám Halasi, Tázlára átmentek az oldalkocsis Pannoniával, amiben heten ültek, nagyon berúgva, és nem találtak haza a szokásos úton, a tanyára is volt. És engem szívtál, hogy öten ültünk a Simpsonon. De hát akkor ez volt. Tehát, hogy jó, mire kapta? És akkor nekem dolgoznom kell azzal, hogy az a hely, az az életkor, amiben most vagyok, mert itt jó néhányan vagyunk egészen különböző életkorban. Én az 58-at taposom. Ebben a helyzetben, ezzel a felhatalmazással, ezzel a tudással, ezzel az élettapasztalattal, mire való az én hatalmam? Az, miben vagyok én jelen, autor, hozzáértő, szakértő ebben a történetben? És akkor azt tudom csinálni. Megvan az a hatházi poén, amikor ez egy humorista, ez a hatházi László, és akkor a lakását újítatják fel, és akkor mondja, hogy víz, gáz, fűtés, szerelő. És akkor mondja neki, hogy akkor ezt a radiátort arra kéne rakni, meg hegeszteni. Radiátor? Nem azt mondtad, hogy víz, gáz? Inkább víz. Tehát, hogy azért nekünk azért tudni kéne, hogy mihez értünk. Tudjuk is egyébként, az itt ülő férfi embereknek sugárzik a szemében, pontosan tudom, hogy mit csinálok, mihez értek, hogy éltem az életem, mihez van erőm, kik vannak rám bízva, hogyan fogok velük bánni. Ez a Jézusi út. Ő nagyon jól tudta, engem az én atyám azért küldött, és elmondja. És amikor a János 17-ben imádkozik a főpap imában, hogy atyám, akiket nekem adtál, azok közül senkit sem vesztettem el. De boldog lennék, ha én ilyet tudnék mondani. Nem fogok tudni ilyet mondani. Mert az Isten rám bízott, abból semmi nem hullott ki a kezeink közül. Dehogy nem. Én mindig négyes voltam. Valami hiba mindig van a munkámban. Akárhogy is dolgozok bele, valami mindig becsúszik. És engem ez arra tanít, hogy majd az Isten kipótolja. Lehet, hogy nagyképű és ilyen gőgös bunkó lennék, hogyha mindig minden ötös lenne. Nem volt az. Péter a tanulja, hogy a teológiát mit összetettünk azért, hogy ne legyen minden ötös. De hogy benne álltunk. Mesélek erről a férfiról. Azért hoztam őt példaként, mert egy különleges ember. Szofia mellett élt, 2018-ban halt meg 103 esztendősen. Dimitri Dobrevnek hívták. Kétkezi munkásember volt, egy ránézésre, sajnos a kép nem hozza elő ezeket, a kicsit rongyos ruhában van, kicsit elhasznált, gondozatlan szakállal, gondozatlan haja, de egy nagyon barátságos tekintettel, egyházát és családját végtelenül szerető ember. És azt imádkozta ki a feleségre, 4 gyermeket neveltek föl, hogy az ő élete nem arról szól, hogy tárgyakat gyűjtsön jó sokat. Hogy gondtalan életet állítson elő. Ugyanis nagyon sokan erre használ föl az életet, hogy úgy éljünk benne, hogy ne legyenek gondjaink, de nem bírjuk elérni ezt a szintet. Mert mindig van valami. Shakespeare-nek a 75. szonettje, amikor a szerelemről ír, és azt mondja, hogy a gazdag, akit a pénze gondja öl meg. És azt ötlötte ki, hogy ő mutat valami mást. Megmutatja azt, hogy számára ott, abban az ortodox keleti keresztény világban mit jelent egyfajta hiteles keresztény lét? A Krisztusihoz egészen közel álló keresztény lét. Meg lehet-e ezt élni a 2010-es években? Akkor ő már nyugdíjas volt, elosztott sok mindent abból, amit szerzett, gyermekeiket szájra bocsátották, sajnos 2 túlélt. Hát aki 103 évig él, az esélyes, hogy túléli a gyermekeit. És napi 20 kilométer gyalogolva bement minden nap, még ilyen öregen is, a szófiai székesegyház elé, és koldult.
azkéta életet élt. Csak annyit evett, amennyi pont kellett, annyit ivott, ami volt, annyi ruhája volt, amennyit éppen el tudott használni. És azt mondta, hogy ő megmutatja ezt a létformát, hogy hogyan lehet jól szeretni Krisztust, és hogyan lehet az emberekhez közel férni. És azóta megdöbbentő, hogy nagyon jó beszélőkéje volt. És számtalan fiatal embert, akik oda mentek hozzá, és kérdezett, miért itt ül, mire gyűjt, és elmondta, hogy ő ennek a gyülekezetnek gyűjt. Közel 13 millió forintot gyűjtött össze 7 év alatt, amit így egyben megfogott, és betette a szófiai székesegyház vezető pópájának az asztalára, hogy a gyülekezet szükségeire. Ő azt gondolja, hogy ezzel tudja szolgálni ezt a közösséget, hogyha vannak gyermekek, vannak szegények, vannak magányos idősek, ebből valami alapot hozzanak létre, és próbálják ezt mozgatni, mert ő erre szánta az életét. És akkor a fiatalok, akik hozzá oda mentek, leírják emlékezéseikben, hogy milyen mérhetetlenül sokat tanultak ettől az embertől. Már majdnem beszippantotta őket az a világ, hogy neki mennyi mindent meg kell szerezni. Mondom a történetet hozzá. Csak hogy értsük, hogy miről szól. Egy kísérletet hajtottak végre két atyafi, viselkedéskutatók. A viselkedéskutatók erre ugye könnyen találtak teszt embereket. Azt mondták, hogy bort kellene kóstolni. 60-an föltették a kezüket, 60 ember beütettek egy nagy előadóba az asztalon. 3 palack bor volt. 2000 forint értékű, 4000 forint és 12000 forint értékű bor. Azt kérték a bent lévőktől, hogy kóstolják meg ezt az italt, mindegyiket külön-külön, jó járassák végig, ahogy a bort illik kóstolni, és húzzanak oda strigulát, amelyik szerintük a legjobb. Szerintük. Ne befolyásolja, hogy más mit húzott, próbáljanak függetlenek maradni. Végig kóstolták, és a 60 emberből 52-en húzták a 12000 forintos palackhoz a strigulát. És kérdezik is, hogy miért mondtak, hogy ez volt legjobban egyben, jó lecsengésű volt, jó taninok voltak benne, kellemes íz volt, az alkohol nem ordított belőle, stb. Stb. Elmondták. Jó. Aztán azt mondja az egyik másik, te ezek hazudnak. Tudod, hazudnak. Azt hiszik, hogy a 12000 forintos jobb. Mert hogy illene azt mondani, hát aki egy kopár küvét iszik manapság 20000 forintért egy palacka, az nyilván jónak kell lenni. Nem lehet akkora, hogy ilyen drága bort vesz, de rossz. És megkérdezik, hogy maradjatok itt benn, kérték 60 embertől, hogy vállaljanak még egy kört. És behozták azt az eszközt, fMRI-nek hívják ezt az eszközt, hogy ráteszek az ember fejére, és az agyi aktivitást, hogy hol kezd villózni nagyon az agy, hol aktív, azt mérték. Különösen koncentráltak arra a részre, ahol örömöt, jó érzés, boldogságot él át az ember. Ennek a nukleusz, nem tudom micsoda a neve, az agyunkban van benn, és amikor nagyon boldogok vagyunk, amikor tényleg valami nagyon finomat eszünk, és valami eszméletlen jó, akkor az szinte szikrázik a fejünkben. És újra kóstoltatták velük a bort, és képzeljék el, hogy ugyanúgy a 12000-esnél villódzott az agy. És a végén mondták meg nekik, hogy egyébként mind a 3 palackban pontosan ugyanaz a bor volt. És azt mondja, nem hazudtak. Nem hazudtak. Mit tanulunk ebből? Hogyha én most megkérek valakit, hogy jöjjön át velem Soltvadkertre, eszünk egy fagyit és vissza, azért 27 éves, 477000 kilométert lefutott Opelommal, amiben kellemeset fogunk beszélgetni, jó zene fog szólni, vagy beültetem egy 47 milliós Teslába, és azzal megyünk át, ugyanúgy lassan fogunk menni, lehúzom az ablakot, jó zene fog, jókat fogunk beszélgetni, mit fog mondani? A Teslába jobb volt. Ezért aztán veszünk 47 millió egy kocsit. Erről szólna a krisztusi spiritualitás, hogy ez velünk ne hitesse el. Vele nem lehetett megkajáltatni ezt. Felül vagy alulról felfelé egybeszőtt kis köntöse volt, a kor munkás ruhája, a svájci sapkája, a gumicsizmája, nem tudom, hogy lehetne még mondani. Azt mondja, ez el ne raboljon bennünket. Nagyon komoly lelki munka az, hogy elhiggyem, hogy lehet így is én, és ez is olyan értékes élet. És nem tehetem mérlegre. Ebben a történetben ez is benne van. És képzeljék el, az, ami egészen megdöbbentő, hogy Jézus, mindjárt magyarázom ezt a két képet, kimegy közülünk.
ott hagyja ezt a zsinagógát. Ott hagyja ezt a passzív embert, ott hagyja ezt a negatív társaságot, aki nem tud örülni egy gyógyulásnak. És elmegy. Nem tudom, a testvérek éltek-e negatív környezetben, ilyen energiavámpírok között, akiknek soha semmi nem jó. Ismerek egy fenntartásunkban működő munkaközösséget, akiket az intézményük elvitt kirándulni, és az a beszámoló jött, hogy ingyen voltak kirándulni. Hát nem volt jó abban a parkban. A Günzer pincészetben volt egy klassz borvacsora. A savanyú vackok voltak, és nem lehet jót tenni nekik, semmi nem jó. És aztán Jézus is ezt érzi. Ez az ember passzív, a maga módján hálátlan, ezeket nem érdekli, nem is foglalkoznak vele. Amiért összejönnek, az nekik nem számít, és kivonul ebből a közegből. És azt olvastam, hogy felmentek hegyre imádkozni. Olyan kíváncsi lettem volna erre az imára. Majd az örökkévalóságban megkérdezik, hogy Uram, mondd már el, hogy akkor miről beszélgettetek az atyával, mert szerintem ott ment az ekézés. Uram, hát biztos nem úgy kezdte, hogy Jézusom. Uram, ezt én tovább nem bírom. Ezzel ő nem tud mit kezdeni. De ez a helyzet számára vállalhatatlan. És ezek nagyon nagy intőjel, hogy az a fajta férfi jelenlét, ami a kifogásokat, a mit miért nem, vagy a mit miért ne, kezdjük el, Jézus nem tud benne részt venni. Jairus leánya feltámasztásánál kizavarja a siratókat, meg mindenkit a házból, mert hogy nem lehet gyógyítani, hogy közben súdossák a fülébe, hogy nem fog sikerülni. Hát ez nem megy. Kimegy onnan, imádkozik, elmegy ebbe a csodálatos belső magányba az Istennel, egyébként ez is egy férfi dolog, és erről beszél az a baloldali kép, az az atyafi megtelt a 21. század Amerikájával, fölvonult Kanadába egy kicsit északabbra, és több mint 30 évet élt ott egyedül. És ennek ott híre ment. Visszacsatlakozott a természetbe. Újból elkezdte megismerni a növényeket, az állatok világát. Volt neki egy házi mókus, amit maga mellé szelídített. Ismerte, hogy mikor fagy, mikor árad, mikor milyen virág virágzik, mikor lehet jót halászni, és visszatért ebbe. És azt mondta, hogy olyan pozitív dolgok vették őt körül, annyira átáramlott rajta végre az élet, ebből negatív, soha meg nem elégedő, mindig progresszív, fejlődésben hívő világban egyszerűen nem hiszi. Maga ácsolt a kis faházában, a maga kis egyszerű ételeivel, teljesen jó életet élt. Híre ment, sajnos híre ment. És meglepték a kíváncsiak, és nagyon sokan odaépítettek mellé, hogy akkor szeretnének vele lakni ott. Érdekelte őket, nekem ez mindig nagyon komoly jel, hogy azért erre lenne igényünk. És akkor Jézus lejön a hegyről, és kiválaszt 12-t, akik hajlandóak tanulni, hajlandóak taníthatóvá válni, hajlandóak vele zarándokolni, hajlandóak vele nyomorogni, egy kicsit éhezni, beleállni mindabba, amit ő hoz. És ezt a 12-t hívjuk azóta úgy, hogy egyház. Egészen megdöbbentő, nem? Két veszélye van annak, hogyha nem maradunk ezen az úton. Az egyik veszélye az, hogy elkezdünk mi is sorvadozni. Azok az izmok, amelyeket nem használunk, sorvadni kezdenek. Van, aki utoljára a lelki izmait konfirmandus korában használta. És azt várjuk tőle, hogy ő majd az élete egy pontján, mondjuk amikor válságba jut az élete,
kríziseken megy át, akkor majd ezeket ő lendületbe tudja hozni. Hát nem tudja. Egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem, a traumatológia jutott nekem sok alkalommal. Azt mondták azért, a férfias osztály, hárman voltunk fiúk az osztályban, 33 lány. Nyilván a lányok mentek a szülészetre, szemészetre, csecsebe osztály, egyebekre, én meg a baleseti sebészetre, meg a traumára. No. És ott számtalan alkalommal vettem részt a Hogyan vágjuk le a gipszet a begipszelt lábról című történetbe, és amikor lejön egy lábról a gipsz, 6 hét után, és egymás mellé tesszük a kettőt, fele. 6 hét. A fele. A másiknak. És akkor jön a gyógytorna, meg a rehab, meg egy csomó minden dolog, hogy majd hát, ha visszaizmosodik. És amikor mi nem használunk valamit magunkból, a lelki izomzatunkból, nem tudom, hogy kell-e neki 6 hét. Egyik vasárnap nem megyek el, mert nem jól érzem magam, következő vasárnap nem megyek az Isten tiszteletre, mert fölszaporodott a mostnivaló, vagy hozták a fát, a harmadik vasárnap már annyira nem is hiányzik. A negyedik vasárnap már megyek is nélküle. És 5 éve nem járok templomba. Pedig régen de jó volt. Elsorvadnak a templomba járó izmaink. Nem a templomba járási titok ebben, hanem az, hogy szeretnék valamit majd ebből használni. Annyi emberrel beszélgettem, akik azt mondták nekem a lelkigondozó irodában, hogy úgy szeretnék én imádkozni, de nem tudok. Ja. Hát ezeket az izmokat te még sose használtad. Hát akkor kezdjünk el edzeni. És akkor adok nekik mintaimádságukat, hogy akkor mondd ezt. Mondd el a mi atyánkot. A katolikus híd gyakorlatban ebben nagyon komoly utak vannak. Ez az egyik veszély, hogy elkezdünk sorvadozni. A második veszélye az, hogy benne ragadunk abba az ítélkezésbe, hogy valami nem úgy lesz, ahogy azt mi megszoktuk. Hiszen a kereszténységnek is megvannak a maguk hagyományai. Csodálatos hagyományok. És kell is, hogy őrizzük. Legyen ez is hagyomány, hogy van egy keresztény közösség Kiskörösön, akik megkínálják az itt élőket azzal, hogy valamivel találkozzanak. Viszont újakat kell kihozni. És az egyik új, az például ez, amit jobb kézre van, ezt férfi körnek hívják. Nem azért, mert körbálnak és férfiak, hanem azért, mert felvetődött ez a kérdés, hogy hogyan tudunk mi egy gyülekezeten belül magunkkal mit kezdeni, férfiak. Mert túlságosan sok nő kezdett el szolgálni a gyülekezetben. Azt mondják, hogy a női lélek fogékonyabb az érzelmekre, a mélységekre és a magasságokra. Ez igaz. De ott vannak azok a férfiak, akik valami egészen másra fogékonyak. Például ez az ilyen közösségekre, az összefogásra, a harcra, egyfajta védelemre. És egymást kellene tanítgatni. És erre szerveződnek férfikörök, ahol már régebb óta megvan ott útják, hogy férfi sátor. És ott összejönnek. És képzeljék el, például van Máté Szalkán, a kertvárosi, a lakótelepi gyülekezetnek 800 tagja van, egészen megdöbbentő módon szaporodnak. És ott régóta 10 éve működik a férfi sátor, és a gyülekezetbe járó férfiak azt képviselik, hogy ők havonta, két havonta, mikor, hogy jön össze, foglalkoznak a gyülekezet fiú gyermekeivel. Együtt főznek. Nagyon jó főznek, némelyik ügyesen tud pörköltet, vagy ismiket főzni, és akkor a gyerekekkel leülnek, és akkor megtanítják a fiaikat, meg az unokáikat, krumplit pucolni, meg sárgarépát, és beleadjuk, főznek egy nagy gulyáslevest. Amikor a templomot kell tavasszal és télen kitakarítani, akkor összehozzák ezeket a fiúkat. Ők szervezzek nekik nyári tábort, elviszik a fiúkat be a Tiszatóra, és eveznek velük. Megtanítani nekik sátrat állítani. Kicsit majdnem olyan, mint a cserkészet lenne, de nem az, mert ez egy gyülekezeti szintű dolog. És aztán azt látják ezek a fiúk, ezek a gyülekezetbe járó fiú gyermekek, hogy kemény, erős vonású férfi emberek esténként összekulcsolják a kezüket a tábortűzre, és imát mondanak. Ez mindig a nagymama szokta. A férfiak tudnak imádkozni. Nekik összeér a kezük. Tehát, hogy ez egészen megdöbbent, aztán olyan tapasztalataik vannak, és szeretnek ebbe belehuppanni. És azt mondják ezek a gyerekek, hogy férfi társaságban lenni nagyon jó. És szeretik ezt a történetet. Autót szerelnek velük. Kereket cserélni tanítják őket. Van a gyülekezetnek egy kis busza, fölemelik és mondják, hogy na akkor így ráugrasz, meg, és megmutatják nekik. És azt gondolnak, hogy ez a keresztény misszió.
ez. Mert a keresztény misszió mindig embertől emberig, szívből szívbe működik. Átadok neki valamit, amire egyébként most már nincs igazán nagy szükség. Régen ezt otthon megcsinálták, látták, hát három generációért együtt. Pontosan látták. Hát én fönnültem a lovaskocsin, az egész nyarat kint töltöttem nagyapámék tanyáján, és mi fogtuk be a lovat? Én még át tudtam szaladni a has alatt, akkor a gyerek voltam, velem köttették át mindig a haslót. Mert kicsi voltam. És akkor 6 éves voltam, amikor nagyapám kezembe nyomta a legkisebb ganézó villát, hogy most már te is elbírod, segíts. Hát én olyan büszke voltam, bevettek. Mindig félreállítottak, menj arrébb, megszúrsz valakit. És el voltam zavarva. És egyszer csak bevettek ebbe a csoportba. Hát én annyira én úgy raktam azt a ganyét, és akkor hordtuk ki a kukoricaföldre, és dolgoztunk. És hogy ez. De ez elmúlt. Ovó, néni, tanító, néni, tanár, néni, néni, néni. Nincs ebből baj. Hát engem is javarészt nénik. És akkor találkozik a gyülekezetben egy lelkésszel, aki lehet, hogy esetleg egy jó férfi, mint aki nem az édesapja, nem a nagyapja, hanem valami más. Aztán a családok atomizálódása történetben sokszor el is tűnnek az édesapák. Sajnos az a statisztika, hogyha egy édesapa elindul és egy másik családot alapít, jelentős mennyiségben hátat fordítanak a régi családnak, elérhetetlenné váltak. És akkor ebben a történetben is egyszer csak a gyülekezet micsoda ajándékot tud adni? Hogy ott vannak követhető férfi minták, akiknek oda tudjuk magunkat adni. Ez egy ilyen kép, ahol ők egy tábort szerveztek, és ahová várják majd a gyermekeiket, és velük együtt fognak táborozni. És megtanítják őket tüzet rakni, és szalonnát vágni, és egy csomó mindent. És a végére értem az előadásnak, és nagyon köszönöm a figyelmüket a testvéreknek. Van még egy kép, ez az utolsó. Ez a mi közösségünk lenne, szintén férfiakból áll, középütt ez egy pünkösdi kép, hogy a Szentlélek kiárad mindegyikre, egy közösből táplálkoznak. A keresztény férfi spiritualitás, és erről szól Rohrnak a könyve, az azt jelenti, hogy külön-külön egyéniségek vagyunk, együtt pedig az Isten meg ragadott emberei, és nézzük meg azt, hogy a Biblia beszél külön-külön azokról a férfiakról, akiket mi apostoloknak hívunk, hogy hogyan és milyen karakteres módon használja föl azt, ami ők maguk. És ez a történet, hogy Jézushoz, ez is nagyon jó tanítást ad. Mert nem uniformizál, nem akar bennünket bevésni valami formába, hogy na ilyennek kell lenni, hogy akkor most én így csinálom. Nem. Arról szól ez, hogy ki kell dolgoznunk a magunk útját. És ehhez van 4 olyan archetípus, ami a Rohr könyvben van, az egyik a király, a második a harcos, a harmadik a szerelmes, a negyedik a mágus. És amikor a férfi kört végig vettük most Szent Királlyal legutóbb, akkor ezzel a 4 belső úttal foglalkoztunk. És azt gondolom, hogy ha valakinek az érdeklődését fölkelti ez, akkor ezekkel nagyon érdemes foglalkozni. Megvannak a női archetípusok is, most erre nem készültem, de megvan ugyanúgy a szerelmes, az énekes, a gondoskodó történetben. De hogy a témánkat illetően Jézus ezeket hozza, és ezeket kifogástalanul hozza elénk, és ebben a történetben is tudja, mit akar, tudja, hogy kiért felel, tudja, mit akar ez a király, tudja, hogy kiért felel ez a harcos, elképesztő szeretettel van az iránt az ember iránt, ez lenne a szerelmes, aki az érzelmeivel is képes mindezt megragadni, és a végén a mágus, aki nem varázsló, hanem ismeri a titkokat. A mágus az, aki ismeri a titkokat, aki azt mondja, és tudta, mit gondolnak. A király mellett egyébként mindig van egy királynő, nagy mágusok szoktak lenni a királynők, a feleségeknek hívjuk manapság őket, aki elárulja, hogy apa, nincsen rajtad gatya. Aki megsúgja, hogy a király mesztelen, vagy el tudja mondani, hogy figyelj, most ne ezért harcoljunk, hanem azt a területet nézd csak meg. Szóval nagyon-nagyon fontos. Jézus erre mutat rá. Pontosan tudja, hogy kiért kell harcolni. Fölfedezi azt az embert ebben a közösségben. Ott van egy sorlatt ember. Foglalkozik vele valaki? Nem, elfogadjuk. Nem. Mi kiállítjuk középre. Mi vele fogunk foglalkozni, mert rá is szükségünk van.
És hogy ki mit szól hozzá, az sem nagyon érdekli. Aki harcol az országáért, az a teljesért szokott harcolni. Az védi a határokat. Az nem mérlegelő, hogy azt a falut védjük, fizetett adót? Nem. Hát akkor pusztuljon. Ilyen nincs. Egy igazi király az a teljes birtokáért fog harcolni. Mindig, minden időben. Valahogy le kellene kerekítsen, mert én estig bírnám. Testvérenek az ideje, meg az enyém is eltelt. A mi képünk végül is ez. Hogy az Isten lelkétől megragadott emberek képesek beállni egy közösségbe. A passzívból aktív lesz, a kritikus, önállótlan tömegből lesz egy önkritikus és önállóságra szerveződő emberi közösség, és be tud állni annak a Jézusnak a követésébe, aki hű képmása, és aki után képes menni. Mert Jézus, amikor azt mondja, hogy te kövess engem, akkor nem egy járhatatlan útra hív meg. Nem csinál velünk olyat, hogy elkezdünk utána menni, aztán elesünk és vissza, és azt mondja, ha, tudtam, hogy nem bírod, de ilyen nincs. Tehát ő nem így hív meg bennünket. Ő pontosan arra van mindig jelen, hogy tudom, hogy olyan úton megyek előtted, amin én végig bírlak segíteni. Így lettek a gyülekezeteink. Így lettünk mi magunk is hívőké. Így lettünk mi magunk is érdeklődőké. Olyanokká, akiket megérint ez, akiknek fontos ez. És nem tudunk elmenni ezek mellett. És el kell kezdeni tenni ilyet. Richard Rohr szervezett ott egy közösséget, most nagyjából 200 ember él ebben, az Új Jeruzsálem közösségben képviselik ezt. De nem ez számít, továbbra sem a létszám számít, hanem az, hogy meg lehet valósítani, meg lehet csinálni, bele lehet állni. Kívánom a testvéreknek, hogy ezek, amiket most hallottak, legyen áldásul az életükre, szolgálatukra, gyülekezetükre, mindazokra a belső szerepekre, amikről ma tudtam egy kicsit beszélni. Akik most érkeztek, őket is szeretettel köszöntöm, de pont a végére érkeztek ide. Szoktam mondani, hogy csak az késik, aki el se indul, de az nagyon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jól esik, szeretettel köszönöm szépen. Kiskörösiek nevében köszönöm, hogy hallhattunk egészen sokrétűen arról, hogy az Úristen férfiúvá és nővé teremtett bennünket, és mindennek megvan a maga helye. És egy kicsit elgondolkodhattunk azon, ami a legelején elhangzott diagnózisként, hogy bizony a 21. században nagyon sok mindenben talán észre sem vesszük, hogy mennyire nincs a helyén az ember, de az Isten újjáteremtő szeretete az Úrös által helyre tud tenni. És olyan jó azt tudni, hogy a sorvadkezőnek meggyógyult a keze. Az, hogy ő mit kezdett ezzel, az egy másik része a történetnek, de hogy amikor sorvadtá válik a családban, a társadalomban betöltött szerepünk, amit Isten életre tud kelteni, akkor ott van mit kezdeni önmagunkkal és a feladatunkkal, és nagyon jó volt ebben egy kicsit belelátni a sok-sokféle megvilágítás által. Köszönjük még egyszer, és ilyenkor a előadónak meg szokták valamilyen formában látható módon is köszönni, ezt egy kicsit megelőlegeztem. Add át! Ahogy jöttünk ide az előadás színhelyére, én nem tudtam, hogy a Korda kiadó, itt ez a reklám helye, a Sátrában annak a írónak, gondolkodónak a könyvét is kiteszi, akinek a gondolataival is már nagyon sokat foglalkozott, és a közelmúltban is részese lettem, összefoglalok, amit Rohr munkássága alapján gyakorlatban is kipróbált és próbált elültetni egy közösségben. Úgyhogy ez egy kicsit jelképes dolog, hogy csak foglalkozzál tovább Rohrral, és még szülessenek tapasztalataid és nagyon értékes gondolatok, megosztások. Nagyon szépen köszönjük, hogy a délőtti szolgálat után ránk szántad a ma délután. Legyen áldás családban és gyülekezetben és munkában sok nő között betöltött hivatásában az életeden, ugyanis, ahogy az elején mondta, a kiskumajsai otthonban dolgozik, és valóban szerintem a munkatársai nagyobb része nő. 17 férfi van a 130 munkavállalóból. Hát az ápolásban, konyhában, mosodában, varodában, akik dolgoznak, hát nyilván a bányászok.